Arról szól, hogy a férfi hazatérjen, hazatérvén először is a Balatonon volt, és nagy eső volt, de akkor is elment Takács Tamás koncertre, mert tudta, hogy mi a jó. Majd hazatérve üresen találja a lakást, mert az asszony lelécelt. Bútorok is eltűntek, lehet, hogy a szeretője villanyszerelő volt, mert még a konnektorok is kiszerelve a falból. A valahol volt festmények helyén ilyen négyzet alakú koszcsíkok. Egyedül a üres konyhában egy hokedli ott maradt, a hokedlin egy boros pohár, neki támasztva egy kockás mateklap a következő szöveggel. Gézukám, elmentem a Bélával, Maris. Köszönöm szépen. Az eredeti, nem mondom csak nektek, az eredeti cetlire az volt írva, hogy Karcsikám, elmentem a révésszel, Saci. Ekkor nyitja ajkait panaszvahra a férfi mondván, pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm, hiába tisztogattam, kefélgettem a cipőmet, a nő mégis elhagyott engemet című darab következik. És hogy ezt miért szeretik az óvodások? Azért szeretik az óvodások, mert a szüleik mindig megtiltják nekik, hogy a pocsolyába lépjenek, és így tudnak rám hivatkozni, hogy bezzeg a bácsi belelépett a pocsolyába, és mégis milyen sikeres. Húsborongósan kezdjük a dalt, majd bekeményítek, mint minden igazi férfi. Ezt kérem majd tőletek. Hú, ez már ordít. Őrület ez a... Nyugodtan ordítsatok, szerettem, mikor ordít a... És mikor a csajok visítanak, az a legjobb. Ez a sóhajtozós rész, ezen túl vagyunk. Ilyenkor szokta a Gágabi gitárosom így mutatni, hogy mit kell csinálni. Tempó van? Hey, pocsolyába léptem, a sáros lett az új cipő. Pocsolyába léptem, a sáros lett az új cipő. És tudják a szöveget tőle. Hiába keféltem. Hát akkor minden jót, baby. Ez az integetős rész nagyon fontos, ez a minden jót, baby. Királyok vagytok, nagyon jó. Sírták a lábam. Egy, két, három. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipő. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipő. Cheers!
most lealkul a zenekar azért, hogy halljunk titeket, mert dramatizáljuk ezt a kis szösszenetet. Tehát a következő lesz a feladat. A férfiak fölvetik a problémát a dalban, a nők hegykén és szűziesen válaszolnak a probléma felvetésre, majd a dal végén egy heteroszexuális tüntetés következik, midőn férfiak és nők együttműködnek. Yes, ez az! Tudom, egyesekkel ez már nem divat, de mi ebben hiszünk. Na tehát, koncs a zárba, meg ilyesmi. Tehát, férfiak megkönnyen, ja, a tempót viszont mindenki hozza, nem kell. Jó, klassz, szép nyelvű, nyugodtan, blúzosan, ez az. Ez az. Van ez a vicc, hogy szép lassan lesétálunk és megcsináljuk mind. Tehát, férfiak megköszörüljük a torkukat, és énekelni kezdünk. Öcs, két, hát! Kocsolyába léptem! Éneklik a férfiak, ez az. Pocsolyába léptem! Höhö, hiába! Hiába te! Most jön a nők válasza! Hiába mondtam neki, fényes ebben kettő! Ez az, fontos verszak! Hiába! Tartsa tisztára a cipőjét, ez az! Fényes volt a cipő! Most jön a minden jót, baby, csak a csajok! Minden jót! Mondom, csak a csajok! Minden jót! Én a nők hangját jobban szeretem. Sírta volna akkor, mikor elhagytam! És most csatlakoznak a férfiak! Férfiak, nők együtt! Minden jót, baby! Férfiak és nők együtt, ez az! Minden jót! Rögtön van ereje a dolognak. Sírtam volna akkor, most ugyanez hangosan ordítva. Minden jót, baby! Királyok vagytok, ez az. Minden jót! Ez nem műanyag, ez a jó. Tudják, hogy Lagzi, Lajcsi, Bódi, Guszti. Na, hölgyeim és uraim, tehát csodálatos emberek vagytok, köszönjük szépen, mindannyian jók vagyunk, semmiféle hátrányos megkülönböztetés, nem nyithat senki, de mit akartam, valami fontosat akartam mondani.